10 év alatt 100 projekt valósult meg az Európai Unióban működő úgynevezett kultúra program keretében. Erről is beszélt Kovács Imre szerdán, aki a programot átfogó és népszerűsítő kultúr.iroda koordinátora. Az EU-ban 37 ország részvételével zajlik a projekt, a cél pedig több rétű. Az első az együttműködés, a partnerség, vagyis hogy létrejöjjön a kulturális szereplők nemzetközi mobilitása, az alkotások határokat átlépő körforgása, de természetesen az is fontos, hogy létrejöjjön a kultúrák közötti párbeszéd. A kezdeményezésre magánszemélyek nem, csak szervezetek jelentkezhetnek, bármilyen fejlesztési elképzeléssel, ami kapcsolatban áll a kultúrával, a művészetekkel. Sok tízezer, sok százezer eurós projektekkel lehet pályázni, ez egyfelől előnye, és másfelől viszont kicsit hátránya kicsi szervezetek számára, viszont a nagyok európai szintű nagy vizibilitást adó kulturális projektekkel remekül tudnak pályázni. Éves szinten az Unió 400 millió eurót szán ezekre a nagy projektekre, ami a beruházásokon kívül a különböző kultúrák együttműködését is elősegítheti. A kapcsolatépítés fontosságát pedig példázza az is, hogy Győrben egy másik uniós programokkal foglalkozó szervezet, a Europe Direct fogadta a roadshow szereplőit. A tájékoztatón elhangzott a mostani kiírása, még 2013-ig pályázhatnak az érdeklődők, később pedig Kreatív Európa néven, kicsit más feltételekkel, de tovább folytatódik a program.